Hölgyeim és uraim, a Hungarikum Bizottság nevében tisztelettel, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek ma este, és akik ünneplik a magyar értéket, a magyar minőséget, a magyar teljesítményt. Régi igazság, hogy a jó törvény az nem zavarja túlságosan az életet. Megtapasztalhattuk, hogy a bőség zavara, ez egy rendkívüli nagy sikerélmény számunkra. A bőség zavara vesz bennünket körül, amikor bizony a kellő előkészület után döntenünk kell. Rendkívül nagy a felelőssége a Földművelési Minisztériumnak, munkatársainak, mindazoknak, akik előkészítik az ágazatokban és egészen a helyi értékbizottságokban a döntéseket. Ember nélkül semmi nem lehetséges, intézmény nélkül pedig semmi nem tartós. Ember kell, az értéket teremtő, az értéket hordozó, az értéket felismerő ember, és egy olyan intézmény, amelyik zavartalanul működik. Ezt próbáljuk meg a magunk erejével megszervezni, létrehozni. És bizony, erős bennem a hiányérzet, meg kell, hogy mondjam, mert vár 54 Hungarikum van, de eredeti szándékunk az, hogy a teljesség igénye és igényessége ott legyen bennünk, és minél több olyan érték kerüljön a piramis csúcsára, amely a trianoni határon túli magyar őshonos magyaroknak az értékei. Nagyon bízom abban, hogy az a feladat, amit kaptak az elszakított területeken dolgozó egyesületek, ezek végzik tisztességgel a munkájukat, és mihamarabb előtérbe kerülnek, köztudatba kerülnek, és egy ilyen gálán bemutatásra kerülnek azok az értékek, amelyek ott vannak, ott születtek, ott élnek, vagy akár Nyugat-Európában, vagy akár éppen a tengeren túlon. Hogy ne csak beszéljek, de mondjak is valamit, nagyon röviden szeretnék szólni arról a Lakiteleki Népfőiskola által végzett munkáról, amelyről most már be lehet számolni, hiszen 10 külhoni kollégium végzi a munkáját. Röviden ez azt jelenti, hogy 40, 50, 60, 80, 120 fiatal egyetemista, főiskolás helybéliekkel egy-egy tájegység értékeit tárják föl, és ezt követően egy hetes munka után két világháború közötti falukutató módszerek hagyományait is fölhasználva, egy 2-3 hónapos elemzés után újra visszamennek, és még alaposabb munka után készül egy könyv DVD-vel, amelyik hozzájárul a helyi értékek fölismeréséhez, gondozásához, megismertetéséhez. 10 ilyen kollégiumunk van, már befejezte a munkáját a Drávaszögi kollégium, és a többi is folyamatosan a Muravidéki, a Nyugatbácskai Apatin központtal, vagy a Zenta kollégium Kárpátalján, az Ungi kollégium, az Ugocsai kollégium, a Beregi kollégium, a Máramarosi kollégium, vagy éppen a Hegyközi kollégium ott Nagyvárattól északra, vagy éppen most ezekben az órákban is történik a feltárás, felmérés Moldvában a csángó magyarok földjén. Rendkívül izgalmas ez a feladat, és újabb 10-et készítünk elő Gyimesben, és készítjük elő a Csallóközben, és a Garam mentén, és a Várvidéken, és sorolhatnám tovább azokat a területeket, amelyek közül talán most csak egyet emelek ki, Aranyosszék vidékét, mert titkos álmom az, és ezt fogom javasolni majd a Hungarikum Bizottság ülésén, hogy mihamarabb egy ilyen Hungarikum gála legyen Torockón, ott Aranyosszék alján, Torockón a Duna Televízió kulturális
központjában. Ezzel a reménnyel köszöntöm Önöket.